Horváth Zsolt polgármesterrel felvételhez készülődnek a megújult Dunaföldvári stúdióban az újonnan vásárolt kamerával a földvári tévések. 2021-ben a helyi önkormányzat 4 millió forintot költött technikai korszerűsítésre. Új számítógépek, szoftverek, vágóprogramok kerültek beszerzésre. Ennek teljes anyagi forrását, ennek az átalakulásnak, az üzemeltetésnek és a működtetésének annak biztosítani fogja Dunaföldváros önkormányzata a 2022-es költségvetésében. Egy nagyon fontos, ez ugye az első lépés. A következő két évben további fejlesztés várható, melyre pályázati forrásokat is keresnek, valamint humán erőforrás bővítésre is sor kerül. A 25 éves helyi újság a havonta megjelenő part oldalak új megjelenést kapott, formailag, tartalmilag és színes lett. A helyi televíziónál a heti egy adásnap kettőre bővült, és megszületett egy harmadik helyi média felület is, mégpedig a partoldalak.hu online újság. Van egy online felületünk, ami 0-24, oda az felügyelni kell, oda fel kell tölteni az anyagokat, ott nincs hétvége, ott nincs éjszaka, ott nap, hét-nappal átéve a szószoros értelmében, egy olyan 2-3 emberrel, akik úgy stabilan itt vannak, mindenképpen bővülnünk kell, mert ez mindennapos munka. A Dunaföldvári partoldalak január 24-én nyitotta meg online felületét, melyen a helyi újságcikkek, televíziós anyagok naprakész formában jelennek meg.